Szeretném venni és olcsó játékokat, akkor csekkoljátok le a g2.com-ot, a link a leírásban. Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúj megéri bekövetni. Na sziasztok srácok, bekerültek a shopomba nagyon-nagyon király menő és új PGT Danis termékek, mint például a táska, a toltartó és a tornazsák. Ha esetleg ilyen király cuccokkal akarod kezdeni a sorit, akkor mindenféleképpen csekkoljátok le a shopomat, a leírás legfelsőbben ott van. És minden egyes ilyen rendelt csomag után kaptok egy általam aláírt, dedikált, nagyon menő lapot. Én pedig addig ezeket a termékeket kisorsolom, szóval ha esetleg akartok nyerni, akkor iratkozzatok fel, és igazából ennyi a dolgotok. Gondolom, maga szerint melyik lehet a gyilkos? Hát, az a gond, hogy nem teljesen emlékszem rá, de attól félek, hogy elmondom, akkor meg fog ölni, vagy valami, és nem akarom. Tudom, hogy nagyon nehéz, de muszáj megtennie. De hát, jó van. Hát, az a legszélső jobb oldali, a maszkos. Jó, rendben. Én nem, de, hazudik. De, uram, rosszul látta. Maradjon csendben. Menjen haza, nyugodjon meg. Bezárjuk börtönbe, és hogyha bármi van, felhívom. De nem is mondasz igazat, ha egyszer kijutuk, véged van! Nem jutam! Véged van! Nyugodjon meg, menjen haza, és minden rendben. Kinyírlak! Jó, már rendben, viszlátsz! Uram, atyám! Jézusom, hol van, oké? Hú, hát ezt azért nehéz volt egy kicsikét így megoldani, de mindegy, Istenem, remélem, hogy tényleg nem fog kijutni soha ez a gyilkos. Jézusom, srácok, az a lényeg, hogy ez a gyilkos konkrétan megölt kettő falust, és én láttam, és hát igazából hívtam a rendőröket, és hát látjátok, konkrétan most ilyen el kellett mondanom, hogy ő volt, és hát ja, most igazából felesküdött arra, hogy meg fog engem ölni, hát ez nagyon csodálatos. Na jó, van, mindegy, Istenem. Na jó, van, szerintem én, srácok, na várjátok, már csörög a telefon. Hello? Jó napot kívánok, a rendőrségről hívom, és van egy kis probléma. Kiszabadult a gyilkos. Mi? Nem tudjuk, hogy hogyan történt ez, szóval ajánlom, hogy óvatosan közlekedjed a városba. De mi az, hogy óvatosan közlekedjek? Kiszabadult egy gyilkos, aki meg akar engem ölni? És most miért nem vett rajtam? Jó van, tudja mit? Inkább köszönöm a semmit, viszlát. Jó, srácok, hát nem tudom, az a gond, hogy igazából a rendőrök nem segítenek, szóval valahogy muszáj ezt igazából magunknak megoldani ezt az egész dolgot, mert ja, egyszerűen semmit nem tudunk ott csinálni. Szóval gyorsan elszoktam, valahogy nem tudom, és hát remélem, hogy a bűnöző nem fog igazából valahogy tudni megtalálni, szépen új életet kezdek, juhú. Nem tudom, itt szépen elkezdünk fát vágni, vagy valami. Az a gond, hogy még a favágás meg ilyenek rengeteg sok idő. Jó, oké, ez az van egy fánk, jó, itt lesz így a házunk. La. Fú, ez mondjuk egy kicsikét kicsi, így kezdetnek így háznak, de hát végül is meg lehet benne lakni, nem? Hát tökre kényelmes, meg minden. Istenem, el fog kapni ez a bűnöző. El fog kapni ez a gyilkos, nem akarom, hogy megöljenek. Nem, annyira fiatal vagyok, meg még annyi videót tudnék csinálni, meg minden, meg ilyenek, és hát ja, még ezeket meg akarom csinálni. Srácok, hogyha esetleg mellettem álltok, vagy valami, akkor légy szíves, dobjatok egy lájkot erre a videóra, iratkozzatok fel, meg minden. És hát, nagyon remélem, hogy együtt valahogy le tudjuk ezt az egész gyilkos győzni, mert na jó van, nem, visszamegyünk, legyőzzük a gyilkos valahogy muszáj egyszerűen szembe szállnunk vele, mert ez így nem lesz jó, menjünk vissza. Nem hiszem el, komolyan mondom, hogy ez kell, ott vannak kint valakik. És mi ez a piros cucc? Halló, Jézusom! Halló! Halló! A területet kerítjük el, hogy ne essen semmi baj a magának, és estére pár rendőr ideálltunk a háza mellé, ne legyen semmi baj. Oké. Okay. Próbáljuk megkeresni a gyilkos, de még egyelőre nem jutottunk sehova se. Jó van, nem tudom, még arra nem számítottam, hogy itt így segíteni fognak nekem, full úgy tűnt, hogy leráznak, na mindegy. És így mi a helyzet? Van valami hír esetleg a gyilkosról, vagy bármi, amit lehet tudni? Nincsen, annyit tudunk, hogy ugye este kiszakadt, és majd megnézzük a biztonsági kamerát a rendőrségen, hát ha ott van valami, na hogy merre mehetett. Oké, és jó, mi, valami robban. Valami, ott a gyilkos! Ott a gyilkos! Ott menekül! Álljon meg! Álljon meg! Nem már! Istenem! Na jó, ez nagyon kezd, elmenekül. Istenem. De jók ezek a rendőrök amúgy, ott csak ott álltak, azt nézték, ahogy felrobbantja. Hát, én sem tudom, miért álltak ott. Próbálok utána menni, hátra megtalálom.
Biztos, hogy jó ötlet? Nem tudom. Mindegy, én igazából ide visszajövök, ma a rendőrök szerintem úgysem fognak nekem tudni segíteni, szóval inkább elbújok így az ágy alá, vagy valami. Nagyon itt legalább van egy vastet, ezt legalább felvesszük. Na jó, mindegy, srácok, én nagyon úgy látom, hogy ez a védelem kb. Semmit nem fog érni, szóval valahogy így nekem kell itt bent így meglapulnom, vagy nem tudom. Reméljük, hogy egy gyilkost nem fog rám találni, vagy de egészen már rám talált, szóval már rip, de mindegy. De abban reménykedek, hogy talán a rendőrök még valamennyire el tudják ijeszteni, vagy valami. Mert most is igazából csak felrobbantani merte ezt a cuccot. Nincsen semmi, arra keresgéltem a gyilkos, de nem találtam. Fült messzire, nagyon. Ezt remélem, hogy nem fog visszajönni. Na jó van, már megint robbant valami. Ez már mi volt? Már megint itt robbant valami. Hol? Itt robbant. Nem találok, meg remélem nem találnak. Ne! Mi volt? Hallottál ezt a hangot? Szerintem a gyilkosnak volt a hangja. Igen, hallottam, de nem látom sehol se. Ó, nem hiszem el. Istenem, miért kellett beköptöm a gyilkost, hogy ki az? Komolyan mondom, inkább ki kellett volna maradnom az egészből. Fú, nagyon van, srácok, nem tudom tényleg mit csinálják, meg konkrétan este lett, és konkrétan a rendőrök is ott alszanak az ágyban. Én nem hiszem el, komolyan mondom, és nekem kéne valahogy aludnom, meg normálisan lennem, meg biztonságban éreznem magamat, miközben még a rendőrök nem is vigyáznak rám, és közben egy gyilkos próbál engem megkeresni mindenfele. Ha, Istenem, na jó, nekem szerintem végem van, nem tudom, lehet lefekszek, megpróbálok egy kicsikét aludni. Akkor inkább... Mondtam, hogy meg fogom bosszulni, de inkább most ne sikíts. Mert úgy hamarabb véget érhet az életed. Jajajajaj, ne. Mi volt ez a hang? Jajaj, a rendőr felkelt. Nem érdekel, mert én nagyon vízek magával, mint hogy segítség! Segítség! Itt egy rabbi gyilkos! Álljon meg! Ez itt egy bábú. És a bábuk beszélnek? Szerintem nem egy bábú. Álljon meg! Segítség! Betartom! Ne! Kapj el! Kapj el! Valami rendőr! Álljon meg! Segítség! Akkor is beteljesítem az ígéretemet! De köptél! Nem! Én voltam! Ne! Meghalt. Ez szép volt. Ez... Jó, szép munka volt. Hát, nagyon jó! Igen, maga rendőr... Megölt engem, mert... Hát, gyilkos volt, és meg akart engem ölni, és magát is! Hát... Az igaz. És a másik kérdés, a többi rendőr mit csinált? Nem tudom. Szerintem elkábította őket, és elaludtak. Lehetséges. Nem tudom. Na jó van, mindegy. Hát igazából akkor ezek szerint nyertünk, és nincsen már semmi veszélyforrás, meg ilyenek. Szívesen a szolgálatot, meg ilyeneket amúgy meg, ha már... Ja, igen, na mindegy. Köszönöm. Szívesen. Szóval, ja, hát, srácok, megakadályozzuk igazából ezt a büntényt, vagy mi, és hát egészen királyul alakult meg minden, szóval, ja, hogy tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, meg minden, és találkozunk legközelebb. Én Dani voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!